Vagy rendesen legyen feltűrve, vagy sehogy. Tengermély tiszteletem, én Martin vagyok, aki Tóth, és ismét hoztam neked egy no bullshit guide-ot arról, hogy hogyan szerez ügyfeleket. Nincs semmiféle marketing tanfolyam vagy kurzus, amit megvegyél, csak a saját tapasztalataim, illetve majd kommentelő ki, hogyha valaki esetleg meg akarja osztani a saját történetét ezzel kapcsolatban. De amit én adni tudok nektek itt ebben a videóban, az a saját tapasztalataim alapján összeszedett három kulcsfontosságú lépés, amit én úgy gondolok, hogy nagyon fontos megtenni ahhoz, hogy az ember szabadúszó, videós vagy fotós lehessen, és meg is éljen belőle. De még mielőtt belevágnánk, engedjétek meg, hogy egy kicsit sztorizzak a saját életutamról, mert tudom, hogy sokan vagytok, akik még nem ismertek engem, és úgy talán a hitelesség kedvéért illendő volna, hogy egy picit bemutatkozzak. 2015-ben, mikor felkerültem Budapestre, már határozott szándékom volt, hogy ezt a szakmát fogom tanulni, és el is végeztem egy videós, illetve egy fotós képzést, és a képzés alatt már próbáltam kiépíteni azt az életet, amit én elképzeltem magamnak. Szabadúszóként ügyfélmunkákból fogom fenntartani magamat és a vállalkozásomat, és ahogy mint mindenki más, én is esküvői videózással kezdtem a pályafutásomat, amit még időnként mai napig is csinálok, és aztán szépen lassan elkezdtem elindulni reklámvideózás irányába. Tehát valami olyat csinálok, amivel másoknak is nagyon nagy hasznot hozok, és amit teljes szenvedéllyel szeretek. Úgyhogy az évek alatt szépen lassan próbáltam kiépíteni az ügyfélkörömet, munkákat szerezni, fejleszteni a technikámat, fejleszteni a tudásomat, és nem fogom nektek szépíteni. Az évek során rengeteg olyan szituáció volt, hogy nem voltak ilyen munkák, és elfogyott a pénzem, de volt bennem annyi szenvedély és az egész szakmába, illetve magamba vetett hit, hogy mindig mentem tovább, és valahogy fennmaradtam a vizen, és lehet, hogy ez egy picit spirituálisan fog hangzani, de szerintem, aki határozottan tudja, hogy mit szeretne az élettől, és tesz is érte, azt az Isten vagy az univerzum, kinek mi, így vagy úgy, de segíteni fogja ezen az útján. És bár nem voltam hajlandó elmenni 8 órás munkahelyre dolgozni, mert meggyőződésem volt, hogy ez teljesen elvenni az energiát az alkotástól. Valahogy mindig úgy alakultak a dolgok, el tudtam és fent tudtam tartani magamat, időnként még fejleszteni is tudtam, és eljutottam addig a pontig, ahol most vagyok, hogy szabadúszóként és vállalkozóként élek meg abból, amit a legjobban szeretek, a videózásból. És valószínűleg sokan vagytok úgy, akik nézitek ezt a videót, hogy valami hasonlót szeretnétek ti is bejárni, és ez tényleg egy nehéz és kellemetlen út, nem egy kiszámítható, mint egy 8 órás munkahelyre bemenni, és tudni, hogy minden hónap végén megkapod a fizetést. Itt teljesen magadra vagy utalva, és az fog visszajönni, amit beleteszel. De ha elég kitartó vagy és elég szenvedélyes a szakmával kapcsolatban, akkor biztos, hogy nagy dolgokat tudsz elérni, és nekem is pontosan ez a tervem. Három kulcsfontosságú lépés, az olyan három lépés, amit én ebből az útból, amit bejártam, egészen idáig kiemelnék és átadnék nektek. Ezek praktikus és gyakorlati lépések, és úgy gondolom, hogy ezek nélkül valószínűleg nem tartanék ott, ahol vagyok. De nem húzom tovább az időt, kezdjük is el. Az első lépés az nem más, mint egy ütős portfólió létrehozása. És a portfólió alatt itt nem csak a képek gyűjteményét értem, hanem egészen pontosan az Instagram megfelelő használatát. Igaz, az utóbbi években az Instagram jelentősége is sokat csökkent, de még mindig úgy gondolom, hogy fotósként és videósként kihagyhatatlan a platform. Meg kell tanulnod használni és jól használni az Instagramot, egy egységes portfóliót felépíteni a feededbe, a legjobb képeidből, vagy a legjobb videóidból, vagy a későbbi ügyfeleid, akik majd bekövetnek, vagy éppen a követők, akik szeretik a munkáidat, folyamatosan lássák, hogy te aktívan tevékenykedsz, és hogy éppen mit csinálsz. Annak idején én nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ízléses és egységes Instagram oldalt hozzak létre, és hogy ez aktívan funkcionáljon, és aki követ, az láthatta, hogy ezt mai napig tartom, függetlenül attól, hogy milyen eléréseim vannak, de ez már nem is nagyon érdekel. Sokat tud segíteni, hogyha kitűzöd magad elé, hogy az Instagram egy folyamatos jelenlét legyen az életedben, mert ez egy extra kihívást ad, hogy gyakorlatilag minden nap kreatív legyél, és próbálj létrehozni valamit, amit megoszthatsz a követőiddel és a potenciális ügyfeleiddel. Az ütős képeknek pedig elengedhetetlen követelménye a nulladik lépés, hogy folyamatosan tanulj és fejlesz magad, független attól, hogy videózol vagy fotózol. Az ember vizualitása és kompozíciós érzéke, illetve ötletei nem lehetnek elég fejlettek, ezt napról napra fejleszteni kell, de erről majd egy másik videóban fogunk beszélni. Második lépés kicsit az előzőhöz köthető, az pedig nem más, mint a social media jelenlét és a social media appok jól felhasználása. És tudom, hogy sokatoknak ez a lépés ez nem lesz szimpatikus. Higgyétek el, annak idején nekem sem volt, tehát én sem éreztem azt, hogy
mindenképp a TikTokon akarok tartalmat gyártani, fogalmam se volt, hogy hogy kell, és nem is éreztem magamének azt, hogy kamera előtt szerepeljek, hát ez most eléggé megtörténik. De ezek a social media appok az elmúlt években lehetővé tették azt, hogy iszonyatosan nagy eléréseket tudjon csinálni magának egy teljesen hétköznapi halandó ember, és ezt nem felhasználni teljesen butaság, de szerencsére sok olyan fotóst és videóst látok köztetek, akik egész ügyesen kezdték el használni ezeket a platformokat. Ezeket külön meg kell tanulni, hogy hogyan érdemes felépíteni oda egy videót. Ha arra van igény, akkor majd készítek erről is anyagot, hogy mik a saját tapasztalataim, és hogy mik voltak azok a dolgok, amik nálam működtek. Egy szó, mint száz. Borzasztó fontos ezeket használni, mert van a kezedben egy ingyenes platform, amivel elérheted azokat a potenciális ügyfeleket, akiket szeretnél. A harmadik lépés a legfontosabb mindközül, és úgy gondolom, hogy ez rengeteg jó munkát, ügyfelt és kapcsolatot hozott nekem, ez pedig nem más, mint az ingyen munkák vállalása. Körülbelül 8 éve vagyok a szakmában, és abszolút nem vagyok rászorulva, hogy ingyen projekteket vállaljak, de a mai napig megteszem ezt, és elmondom, hogy miért. Idén, tehát 2023 nyarán én kitaláltam, hogy szeretnék belefogni a klippezésbe. Nem igazán volt kiinduló pontom, illetve referenciám ahhoz, hogy ezt megtegyem, úgyhogy az első dolgom az volt, hogy kiraktam a TikTokra egy pályázatot, miszerint néhány arra érdemes zenésznek nagyon szívesen vállalnék ingyen klippet, és erre a felhívásra rengetegen jelentkeztek, és rengeteg videót meg is csináltunk, és ez volt az indikátor annak, ami elindított egyfajta láncreakciót, ami eljutott odáig, hogy a szakmában már nagyobb nevekkel is dolgozok, és folyamatosan vannak videoklippes megrendeléseim, holott szerintem nincs fél éve, hogy az egészet elkezdtem. És hogyha ez nem bizonyítja a harmadik lépés jelentőségét, akkor semmi más sem. Nézd ki azokat a potenciális ügyfeleket, akiknek szívesen dolgoznál a jövőben pénzért, és ajánl fel nekik e-mailben, instán, stb. Ingyen munkát. Az ingyen munkára senki nem mond nemet, vagy maximum csak akkor, hogyha nincsen rá idejük, és ezekkel a munkákkal jó kapcsolatokat és jó tapasztalatokat fogsz tudni szerezni, és nem mellesleg jó referenciákat, amiből megint csak a portfóliódat fogod tudni felépíteni. Úgyhogy ha van rá időt és megteheted, akkor minél több embert, minél több céget, vállalkozást, stb. Attól függően, hogy mit szeretnél fotózni vagy videózni, próbálj meg elérni, és a tőled telhető legmagasabb szakmai minőségben munkát készíteni nekik. Kell, hogy legyen benned annyi szakmai alázat, annyi szakmai iránti szeretet, hogy ezt bevállalod, különösen ha az elején vagy. És amint mondtam nektek, ez az út, ez nagyon sokszor anyagilag kiszámíthatatlan és bizonytalan, de higgyétek el, a belefektetett energia mindenképp meg fogja hozni a gyümölcsét. Én vagyok rá az élő példa, és még én se tartok sehol, ami azt illeti. Én Martin voltam, aki Tóth, és köszönöm, hogy meghallgattál. Ha hasznos volt számodra ez a videó, illetve van saját sztorid a saját életutaddal kapcsolatban, akkor azt mindenképp várom kommentbe. Köszi, hogy benéztél!